Beszéltünk már a kém ügyről, nem csak a mostani elsőfokú ítéletkor, hanem akkor, amikor ez az egész ügy kipattant, 2011 volt, és hogyha emlékeznek rá, láthattunk olyan képeket, amikor például Szilvási Györgyöt viszik, és hát vezetik a bíróságra, hogy a bíróság döntsön az előzetes letartóztatásáról. Aztán azt is láttuk, hogy 3/4 óra múlva nem hogy vezetőszáron, ahogy oda vezették, hanem szabad lábon és hazamehetett, mert hogy nem találta a ítélkező bíró megalapozottnak a vádat, ezért nem helyezte előzetes letartóztatásba. Na most erről a bíróról van szó, aki 2011-ben így döntött. Debreceni József a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Imént hallottam itt a hírekben, hogy én fenyegetem a független bíróságot. Kocsis Máté azt mondta, hogy megfélemlíti az igazságszolgáltatást. Igen, hát ha kezdek megijedni magamtól, de komolyra fordítva. És saját akkor magát is megfenyeget? Nem. Nézzük meg akkor ezt az ítélő tanácsot. Ugye az a volt miniszter, akiről beszélünk, Szilvási György, akit akkor még csak vezetőszáron mutattak a televízióban, most 2 év, 10 hónap letöltendő szabadságvesztést kapott. Először is ténykérdés, hogy ilyen státuszban lévő politikus, vagy volt politikus ellen nem folyt büntetőeljárás, nem ítélték börtönre. Utoljára az 56-os forradalmat követő megtorlás időszakában, azt megelőzően pedig a Rákosi korszak legvadabb éveiben volt, mondjuk akkor akasztás meg tarkólevés járta, de hát az a sztálini Szovjetunió erőterében volt, most a Európai Unió közegében vagyunk. Nos, akkor nézzük meg, hogy kik ítélték el például Szilvási Györgyöt. Tehát az a dandártábornok, Varga Béla, aki azóta már se nem bíró, se nem dandártábornok, hiszen ahogy fölmentette, illetve megalapozatlannak találta azokat a vádakat, amelyek alapján előzetesbe akarták őt tenni, még abban az évben Hende Csaba honvédelmi miniszter előterjesztésére Schmidt Pál köztársasági elnök kényszer nyugdíjazta az illetőt és fölmentette a hivatalából. Most pedig két eljárást indítanak ellene. Menjünk sorban, a kényszer nyugdíjazásról tudunk valamit? Nem lehet, hogy azért már elérte azt a bizonyos életkort, amikor aztán nyugdíjazták? Én nem tudom. A magyar közlönyben szerepel ez a határozat, és semmiféle indoklás nem olvasható a magyar közlönyben. Tehát csak annyi, hogy annyit tudunk, hogy előtte, tehát a fölmentő ítélet előtt a Magyar Hírlap publicistája, akinek a neve most nem jut eszembe, azt írta, hogy ennek az embernek még tyúkperben sem szabad ítélkeznie. A magyar nemzet két egymást követő számban hát szidalmazta ezt a bírót. Na most akik most elítélték Szilvásit, hát ott ugye van egy bíró, szintén katonai, az ügy titkos, mint tudjuk, semmilyen részlet nem ismert, nem tudnak védekezni a nyilvánosság előtt a megvádultak, ezek az elítéltek. Azt tudjuk, ezt a HVG-ben olvashattuk, hogy két ülnök alkotja a bíróval együtt a háromtagú tanácsot, hogy mennyire függetlenek ezek a bírók. Én ugyan nem ismerem őket személyesen, de az egyik tényszerűen a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitány volt adott időben, azóta Pestre helyezték, az egyik ülnök, aki szavazott Szilvási bűnösségéről pró vagy kontra. A másik pedig a debreceni helyőrségnek a parancsnoka, tehát ezek, hogy mondjam, majdhogy nem Pintér Sándor jutott, de az ő általa, vagy az ő bizalmát élvező rendőrfőkapitány. No, de ez mindegy is. A történet egy súlyosabb kontextusban értelmezhető igazán, tudnilik. Szilvásival szemben már volt egy per, az UDZRT per, ahol Dávid Ibolyával, Herényi Károllyal együtt és Tóth Károllyal együtt fogták őt perbe. Én ott voltam azonnal ítélet hirdetésen, hát fölemelő élmény volt, hogy az a fiatal bíró láthatóan semmi mással nem törődve, mint a saját szakmájának a szabályaival és a morájával, hát az ügyészséget, hogy mondjam, megalázó módon tényszerűen kiosztotta, tehát úgy beszélt a vádról, a vád tanúinak a szavahihetőségéről, illetve a szavahihetetlenségéről, köztük a
kormány szóvívő, nem jut eszembe a neve, a valamilyen Hírószász András, és így tovább. Ma milyen feledékeny, mert figyelem. Igen. És hát nyilván ilyen blamázs nem fordulhat elő még egyszer, bár folytatják az UDZRT-pert egészen komikus körülmények között. Erre született ez a kémper, ahol katonák ítélnek, és az, aki őt fölmentette, nem mint Szilvásit, meg Labort Sándort, akit közben honvéddé lefokoztak. Hát hogy mondjam, ez kétség kívül, ha valami befolyásolja a jogerősen döntő, szintén egyenruhásokból álló hadbírói tanácsot majd, hát az, hogy az előző bírónak mi lett a sorsa, ez nyilvánvalóan befolyásolja. De hát folytathatjuk a sort, Vadai Ágnes ellen büntetőfeljelentést tettek. De térjünk vissza Varga Bélához, tehát a nyugalmazott hadbíróhoz. Azt nem tudjuk, hogy miért kényszernyugdíjazták, lehet, hogy valaki tudna rá egy érvet is mondani, de mindez ideig nem tett senki ilyen nyilatkozatot. És akkor jönnek az eljárások, tehát nem csak, hogy nyugdíjazták, hanem eljárás indult ellene, a hírek szerint 2. Az egyik az tényleg azért ez a gondatlanságból elkövetett államtitoksértés, ami állítólag azért indult, mert hogy pont a Szilvánség felmentése kapcsán fogta a dosszét a hón alatt, és itt állítólag itt valami kis írás kilátszott. Igen, hát a dosszé címe, de hát ugye nyilván mindenki tudta, hogy milyen ügyet tárgyalnak, hova megy. Hát láttuk, hogy bemegy Szilvási Laborsz. Tehát... Így van. Hát abszurduma. Hát ha csak nem az volt, hogy kém, egyenlő, és oda volt írva a neved. Na de hát az is oda lehetett írva, hiszen hát tudjuk, hogy Szilvásit vádolja. Azt nem tudjuk, hogy kiknek, vagy milyen információkat. Ez teljesen abszurd. Biztos van, aki... hát hogy mondjam, elhiszi ezt, annak idején a Rajk bűnösségét is bizonyára sokan elhitték, de hát mindaz, ami az igazságszolgáltatásban történt, amit én most már hazugságszolgáltatásnak vagyok hajlamos nevezni a Szilvási elítélése óta, vagy hát legalábbis ilyen nagyon súlyos lépések történtek. Tehát az ügyészség az én ismereteim szerint, ezt már nagyon sokszor részletesen adatolva megírtam 2000 óta, György Kálmán rejtélyes lemondása óta, időelőtti lemondása óta, amit akkori házelnök, mostani államfő Áder Jánossal való beszélgetés után történt, és szintén nem volt rá semmi magyarázat. Szóval azóta az ügyészség az én benyomásaim szerint... Azóta fél mindenki, hogy egyszer csak felhívja az Fideszes, Áder, mert utána le fog mondani. Igen, szóval a Handó... Ugye Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság elnökét a mandátumnak lejárta előtt, onnan elhelyezték, oda tették Szájer József feleségét, kényszernyugdíjazták a magyar bírói karnak a krémjét, a legtapasztaltabb vezető bírákat. Hát egy csomó olyan dolog történik, de ez csak az egyik oldala a történetnek, hogy mondjuk megbüntetik azt, vagy legalábbis, jó, hát én nem vagyok naív, gondolom Olga se, szóval én oksági összefüggést föltett ezek, főleg, hogy nem volt, mondom, indoklása időeleti nyugdíjaztatása. De vannak jutalmak is, tehát az a bírónő például, aki 2006-ban futószalagon helyezte szabadlábra a randalírozókat, és nem erősítette meg az előzetes letartóztatást, a Szívós Máriának hívták. Véletlenül ő belőle meg alkotmánybíró lett, tehát őt nem érte emiatt retorzió, vagy hát az a mai friss hír, vagy ha nem is mai, nagyon friss hír, annak a vágó alezredesnek az ügye, akiről most minden jel szerint kiderül, hogy ártatlanul ítélték letöltendő szabadságvesztésre, mert hogy eltörte volna egy az utcán őrizetbe vett embernek az ujját. Most hangfölvétel van róla, hogy hamisan vallottak ellene. Most neki tényleg nem jut eszembe a neve. Ő, ahogy elítélte ezek alapján, a kétes bizonyítékok alapján a vágót, utána azonnal a fővárosi ítélő tábla büntető kollégiumának a vezetője lett. Tehát oly mértékben fonódik össze a fideszes politika az igazságszolgáltatással, és hát most már tényleg, még egyszer mondom, nem voltak ilyen események a 56-os fordulón utáni megtorlás óta, vagy Rákosi óta,
ez valami egészen elképesztő. És na, mi a másik ügy? Igen. Az egyik a dosszé, és kilátszik a címke, a másik pedig jogtalan fogvatartás. Kit tartott fogva jogtalanul? Én ezt olvastam, hogy ez a, állítólag a másik eljárás a bíró ellen. Ennek az ügynek a negyedrendű vádlottját, akivel szemben elrendelték az előzetest, majd utána ugyancsak elrendelték, tehát tulajdonképpen hogy is mondjam, inkább egy ilyen hivatali üzemmenet zavar állott be, tehát őt jogszerűen tartották előtte, és meg utána is előzetesbe, csak valami adminisztrációs hiba folyt, legalábbis ezt tartalmazza a Varga Bélával szembeni eljárásról szóló sajtóhír, hogy, két óra hosszáig, hát, hogy mondjam, nem volt jogfolytonos a dolog, bár az illetőt nem érte sérelem, nem úgy, mint a Hunvad per elsőrendű vádlottját, Gáth Györgyöt, aki ügyészség, illetve bírósági mulasztás folytán fél évet, nem két órát, fél tehát évet. Tehát itt két óra volt, amikor nem volt meg a jogalapja a, hát a fogvatartásának, de gyakorlatilag előtte és utána is igen. Hát volt, ez a, és ez a másik... Öt mentették így. Fel igen. A mostani elsőfokozat. Hát igazából az lenne jó, hogyha Varga Béla megszólalna, én nagyon szeretném, és azon leszek, nem tudom, hogy lehet-e ilyet. Hát egyrészt az ügy természete, ugye titkosítva van másrészt. Gondolom, Varga Béla összes elleni eljárás is titkosítva van 2625-ig. Ezek is titkosítottak, az ő ellene folyó eljárások? Azt nem tudom, a tudomásom szerint a Népszava most érdeklődik a katonai ügyészség. Igen, de levattantak mindenhonnan. Hát igen, valószínűleg nem. Bizonyára nagyon megalapozottak lehetnek itt is a vádak. Nem olyan egyszerű az oknyomozó újságírás. Köszönöm szépen, hogy itt volt.